Sziasztok! Ma egy nagyon egyszerű, waterproof virágdíszítést szeretnék nektek mutatni, ami igazság szerint csak pár lépésből áll, úgyhogy ez abszolút szalonra tervezett díszítés. És ez a pár lépés egyébként annyiból áll, hogy ezt a waterproof clear alapot fessük fel a felületre, majd miután megkötöttük, egy újabb réteg waterproof clearbe csepegtetjük bele a színt, meglámbázzuk, fénygyeri kontúr. Jó, tehát tényleg csak pár lépés az egész. Elkészítettem az alapot hozzá, méghozzá a Cover Number One krisztalak. Két rétegben lett megfestve a felületre, és most akkor már jöhet is a waterproof clear. Ezt fogom vékonyan a felületre festeni. És fontos, hogy ne tévesszük el, hogy ezt a réteget teljesen ki kell köttetni. Ez most a Mini LED Extreme lámpában kb. 1 perc lesz, és ez idő alatt kikeverem a virágnak a színét. Nem akartam teljesen fehérből, gondoltam, hogy egy picit meglágyítom, úgyhogy a Sense géllakkok közül az 1-eset és a 2-eset fogom összekeverni. Nyilván a fehér több lesz, a másik, a nudosabb szín egy kicsit kevesebb. Le is teszem a palettámra, így. És egy picit meg fogom higítani a Sense-nek a Gel Polish Clear-jével. Erre a higításra azért van szükség, mert hát a nagyobb szirmokhoz azért több anyag kell, és ha ugye ez a több anyag felkerül a felületre, akkor előfordulhat, hogy esetleg összeráncosodik. De ha meghigítod, akár fénzselével is meg lehet higítani egyébként egy picit, akkor nem kell attól tartani, hogy nem fog átkötni. Oké. Na nézzük az ecsetet. Egy fantom ecsetet fogok használni a szirmokhoz, és egy ilyen long ecsetet pedig a levelekhez. És miután lejárt a kötésidő, jöhet az újabb réteg waterproof clear. Vékonyan megfestem a felületre. És aztán pedig a fantom ecsettel fogom elkészíteni a virágomat. Elindulok középről, leteszem az ecset hegyét, és készítek egy félkörívet. Veszek fel még anyagot, leteszem az ecsetemet, egy picit hagyom is, hogy kicsit vastagabb legyen. Hagyom, majd egy kicsit kihúzom a végét. Veszek fel megint festéket, leteszem, kicsit várok az ecsetemmel, behúzom. Veszek fel még anyagot, hozzácsatlakozom, és ahogy látjátok, nagyon szépen belesimul a waterproof-ba a géllak. Jó. Oké. Néhány mozdulat volt csak a virág. Most már jöhet akkor a szirom. Vagyis, hogy a szirom volt néhány mozdulat. Most már jöhet akkor a
levél. Először a levélnek csak egy ilyen kis duci részt készítek. Oké. És akkor a legvége lesz az, hogy egy pici anyaggal így megnyújtom, és akkor hegyes lesz a levelem. És egyből teszem is be a lámpába. És várok vele újabb egy percet. Na most, ahogy itt látjátok, lehet ezt egy picit ilyen nagyobb szirmokkal, szinte a teljes felületre, vagy éppen csak az egyik oldalára. Jó, tehát bármilyen színt is ki tudtok hozzá keverni, igazság szerint most nekem ez a pasztel ennél a mintánál tetszett, de igazából bármi lehetséges. Még annyit kell tudni egyébként a Waterpro anyagról, hogy nem csak clear változat van, hanem fehér és fekete. Tehát, hogyha te szeretnéd, hogy mondjuk a fehér alapban legyen egy babarózsaszín virág, akkor felfestesz egy réteg Waterprót, teljesen kilámpázod, tehát legalább egy percig LED-ben, UV-ba két percig is. Aztán egy újabb réteg Waterpro fehér, és abba teszed bele a géllak színt, mondjuk a babarózsa színt, vagy egy babasárgát, egy babakéket, amit éppen szeretne a vendéged. És akkor, ha lámpáztuk egy jó percig, akár másfél perc is lehet, akkor ugye így szépen elterült, de vannak azért határvonalak, és akkor így hegyes lett a levél is, hogy így utólag nyújtottuk meg. És nekem nagyon tetszik ennél a mintánál a matt fedő, úgyhogy mattevőrrel borítom, de csak így óvatosan, mert ugye a szenz géllakok igazából olyanok, mint a háromsteppes géllakok, tehát ragacsos felület marad a kötés után is a felületen, és hogyha mattevőrös ecsettel többször így erősen rányomva átmegyek a felületen, akkor előfordult már, hogy mondjuk így elhúzta a mintát. Jó, tehát nem szabad rányomni az ecsetet, így ráfekteted, és szépen lágyan végighúzod, és akkor nem fog elmaszatolódni. Ugyanígy a kultopgéllel, kulfordárkal, bármelyik anyagot használod fedésképpen, mindnél ugyanígy ajánlom fektetett ecsettartással és lágyan végighúzva a felületen. Na, akkor nézzük a kontúrt. Ehhez én az átgél white-ot választottam, mert hogy sűrű, és szeretném, ha egy kicsit 3D is lenne a kontúrvonala. Úgyhogy miután letelt az egy perces kötésidő, akkor jöhet maga a kontúr. Kicsit közelítek. Ugye nulla long ecsettel készítem. És általában innen középről indulok. És ennél a mintánál én nem szoktam tökéletesen követni a sötét vonalakat, mert szerintem az jól mutat, hogyha mellette is fut. Tehát itt mondjuk mellette fut, de az is jól mutat, hogyha van benne egy kis plusz rész, tehát nem csak maga a kontúr, hanem egy kicsit így a kontúrvonal mellett is húzunk egy plusz vonalat. Jó, tehát ez ilyen igazából teljesen szabadon választott, hogy ki hogyan kontúrozza be.
Szoktam forgatni egyébként ilyenkor a vendégnek a kezét, úgy, ahogy itt is a tippemet átforgatom. Úgy a vendég kezét is ugyanígy. Jó, mellette is, akkor itt ne legyen ennyire teli szín, ide még belecsempészek egy plusz vonalat, ha bár ugye itt még van egy vonal, akár ezt is lehet itt követni. Szuper! Ettől egy picit, hát nem is tudom, ilyen, talán egy kicsit ilyen játékosabb lesz, hogy nem csak a szigorú kontúrvonalak vannak, hanem van benne egy kis extra, az adja meg ennek a szépségét számomra. Jó, akkor innen is jöhet egy kontúrvonal, meg egészen fentről is. Jó. Ilyen üres részeket nem is nagyon szoktam hagyni. Jó, itt is még egy picit jobban összekötöm, hogy egyértelmű legyen. Oké, és akkor jöhetnek is a levelek. Jó, először mondjuk a levélnek meghúzom a belső erezetét, aztán jöhet kívülről. És akkor így az összeset végig csinálom. A lényeg, hogy valamilyen vonalhoz azért csatlakozzon, ne csak úgy a levegőben legyenek azok a levelek, hanem lehet valami csatlakozás is köztük. És egyébként én ki is szoktam húzni akár a széléig, egy-egy vonallal. Így né. És akkor talán még itt van egy olyan rész, amit én megerősítenék. Na jó, így. Mindenütt ott van a kontúr, kicsit szabálytalan is. És akkor ezt most meglámpázzuk. Ugye az átgélnek a kötés ideje is nagyjából egy másfél perc, és fixmentesre kiköt. Tehát ez azt jelenti, hogy már nem kell bevonnom semmivel, de természetesen, hogyha fila vennék, hogy lekopik, akkor akár bevonom valamilyen fényzselével, ottal vagy fényessel. Jó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így néhány perc alatt elkészíthető a szalomban. Nem kell arra se ügyelni, hogy akkor azok a szirmok pont tökéletesen egyformák legyenek. Tehát itt ez belefér, hogyha mondjuk sietek, és egy kicsit az egyik nagyobb, a másik kisebb, még jót is tesz ennek a virágmintának. Jó, tehát emiatt gondolom, hogy ez tényleg pár perc alatt elkészíthető a vendégeinknek a számára. És akkor mutatom is az eredményt, hogyha lejár a kötésidő, akkor
készen vagyunk ezzel a kis könnyed virágunkkal. Hát remélem, hogy tetszett a videóm. Köszönöm szépen, hogy megnézted. Sziasztok!